Nem igaz, hogy elvesztettem az intőkönyvem. Azt csak kitaláltam. Eldugtam a párnába. 12 darab intő van benne. Pótlapot kellett beragasztanom, hogy elférjen mind. Melinda az operában éretlenül viselkedett. Lehetetlen magatartásával zavarta társait, az egész előadást. MZ énektanár. Kedves MZ énektanár, figyelmeztetését köszönöm, már az első napon elbeszélgetek Melindával. BB nagynéni. Ez volt az első intőm. Ezt mindjárt aznap szereztem, mikor beírattak az új iskolába. Anyu a beiratás napján délutános lett volna a kórházban, de műszakot cserélt, hogy elvihessen. Keveset találkozunk, és ha végre hazaértünk, akkor biztos ott van valamelyik nagynéném. Jönnek utánam a konyhába, a fürdőszobába. Nálunk mindig mindenki egy halomban van valahogy, és ettől mindenki ideges. A nagynénik láthatóan eltökélték, hogy nevelni fognak engem. Ezért egy időre hozzánk is költöztek. Szóval kezdődött a beiratással. Anyu már felöltözött, mikor tantika azzal állt elő, hogy mégiscsak jobb lesz, ha ő visz el az iskolába engem. Majd ő beszél a neveltetésem problémáival az igazgatóval, mert ő nem elfogult. Így mondta. Anyu kezében megállt a fésű. Csak nézett tantikára értetlenül, de nem vitatkozott. Engem persze nem kérdezett senki. Az iskola ennek ellenére tetszett. Tantika úgy vonszolt végig az iskolán, mint pórázon a daxli kutyát. Sajnos megtaláltuk az igazgatói irodát, benne az igazgatóval. Tantika szélsebesen elmondta, mi járatban vagyunk, az igazgató alig jutott szóhoz. Én egyáltalán. Azt is elmesélte, hogy ők hárman vannak testvérek, ő a legidősebb, és most hála az égnek mindenki együtt. Így hatékonyabban tudnak engem nevelni. Aztán beírt az igazgatóni a 7. zeneibe. Ajándékba azonnal kaptam egy színházi jegyet az operába Erkel Ferenc bánkbányára. Kiderült, hogy ott lesz az egész osztály. Először örültem, aztán már nem. Csak ballagtam fel a rengeteg lépcsőn, és azt hittem, mindenki engem néz. Az egyik, nagymama arcú, jegyszedő néni bevallotta, hogy nem bírja idegekkel ezt a sok gyereket. Az első felvonás után a szünetben bemutatkoztak az osztálytársaim. Senkinek a nevét nem értettem. A baj a második felvonásnál történt. Én nem tudtam, hogy milyen a Tiborc. Én csak a hangját ismertem lemezről. Hiába tudtam, hogy paróka van rajta, és a bajusz ragasztott. Szakasztott olyan volt, mint a nagyapám. A színpadon furúja hangja szólt. Éppen Tiborc játszott. Eszembe jutott, ahogy nagyapámat tanítottam. Amit délelőtt tanultam furúja órán, délután megmutattam neki. Szerette nagyon. A színpadon bánkbán énekelt. Melinda, Melinda. A nevemet is nagyapámtól kaptam. Szerette a szép, komoly neveket. Mama mesélte, hogy nagyapa összeírta a legszebb női neveket, de csak fiúk született, egymás után öt. Amikor az első unoka végre lány lett, ő akarta, hogy legyen Melinda. Soha nem engedte, hogy becézzenek. Halkan odaszóltam a szomszédaimnak. Csöpi lesz a nevem. Csöpi, Csöpi. Ismételtem egyre hangosabban, az osztálytársaim egy darabig pisszegtek, aztán megvihogtak. Nem akartam sírni azon, hogy Tiborc ott van a színpadon, és óvja, védi Melindát. A tanár intőt adott. Igaza volt. Ő nem ismerhette nagyapát. Kedves szülők, gyermekük csúfot űzött a dolgozat feladatából, ezért megintem. H.I. osztályfőnök. Osztályfőnöki óra lett volna, de Oszi, született Hanka Istvánné, Klári néni, az osztályfőnökünk, bejelentette, hogy dolgozatot írunk. A címe: milyennek tartanak az emberek, és milyenek vagyunk valójában. Oszi emlékeztetett rá, hogy panaszkodunk, hogy félreismernek bennünket, és igazságtalanak a felnőttek. Írjuk le véleményünket. Nosza, én leírtam. Még nem végeztem közvéleménykutatást, de akinek van szeme, szépnek és okosnak tart. 162 cm magas vagyok. Lábam 37-es. Fogaim épek, detektív leszek,
Szeretem a borjúlábat rántva tartárral. Hangulatom és érzelmeim ingadozóak. Figyelmem csapangó. Igazságtalanságra dacsa reagálok. Az első felét magamtól írtam. A végét a könyvből olvastam, ami a serdülőkorról szól. A Baba nevű idős nagynéném ágya mellett van már egy hete, mert abból akar engem nevelni. No persze, botrány lett belőle, de nem az intő miatt sajnálom. Az osztály miatt bánom a dolgot. Amikor felolvastam, egyáltalán nem nevettek, és azt mondták, hogy kár volt hősködnem. Egy szóval nem értékelték a szellemességemet. Bár nem is azért írtam. Melinda a földrajzóra alatt rendetlenkedett. Efné földrajztanár. Szomorúan vettem tudomásul, sajnos itthon is tűrhetetlenül viselkedik. Kóta Ilona. Kóta Ilona. Ez Tantika neve. Ugyanis ő írta alá az utóbbi intőt. Nem csak aláírta az előzőt, az iskolait, hanem válaszolt is rám mindjárt. Írásban még sosem volt módja panaszkodni rám, most adódott alkalom. Ezt a földrajzúra is intőt kicsit szégyeltem. Földrajzúra volt, Afrikát tanultuk. Én borzasztóan szeretném megismerni Afrikát, de mit tegyek a szélrendszere ott, azon a földrajzúrán egyáltalán nem érdekelt. Hallgattam én egyre, hogy van passzát, meg antipasszát, de sehogy se tudtam megkülönböztetni őket. Rajzolás közben észrevettem, hogy a pattársam levette a cipőjét. Hogy unalmamat elűzzem, én a cipőt arrébb rúgdostam, mire ő leköltözött a pad alá, lerángatta a lábamról az én cipőmet, és ezzel elindult a lavina. Még jó néhányan bekapcsolódtak a játékba, és olyan méretű cipővenderlás indult meg a pad alatt, hogy Mária néni is észrevette. Már kaptuk is az intőt. Persze, hogy hülyeség volt. Dühös voltam magamra, hogy még nem nő be a fejem lágya. Buta vicc volt. Gyerekes. Azért is dühös voltam, amiért lelkiismeret furdalásom volt. Mit rágódom? Egy intő nem a világ. Melinda nem figyel az órán. Ez az utolsó intő, amiről még szeretnék mesélni. No nem azért, mert tényleg ez volt az utolsó, de talán mára ennyi elég lesz. Ezt tulajdonképpen már alá sem irattam. Gondoltam, olyan egyhangúak lettek, csupa ismétlés a szöveg, hogy már nem is untatok vele senkit. Szóval, Melinda nem figyel az órán. Tiszta véletlen, hogy csak most vették észre, mert tulajdonképpen sose figyeltem. De komolyan mondom, nekem mindig volt valami, amin gondolkodnom kellett. Azt talán még el sem mondtam, hogy én 13 éves koromig vidéken laktam, szóval nem csak új iskolába kerültem ekkor, hanem új városba is. Minden új lett az életemben. Az új szobámban, amire annyira vágytam, minden olyan fura volt. Pedig úgy rendezhettem be, ahogy akartam. Csupa ablak, ezt viszont szerettem. Kibámultam, és mindenféle történetet elképzeltem. Azt hiszem, ekkor szoktam rá, és az iskolában is ugye jó sok ablak volt. Ráadásul közel is ültem. Egy ilyen alkalommal csapott le rám a matek tanár, amikor elképzeltem, hogy az a sok ember az utcán mind az esküvőmre jött el. Gyönyörű hófehér ruhám volt, meseszép csokrot dobtam épp magam mögé, amikor egy zord hang arról érdeklődött, hogy osztunk törtet törtel. Abban a pillanatban minden eszembe jutott. Csak a jó válasz nem. Kicsit nehezteltem a tanárnőre, amiért megzavarta az esküvőmet, de nem mertem szólni. Megkaptam az intőt ismét. Eredetileg arra gondoltam, Baba nénivel iratom alá, ő már úgyis megszokta. Aztán még se tettem. Eldugtam inkább egy párnába. Elképzeltem, amikor én már nagymama leszek, és megtalálják az unokáim. Nézd csak, itt egy ellenőrző. Milyen régi. Na hát, ez a nagyé. Akkor lesz csak meglepetés, amikor rájönnek, hogy a nagymama is volt egyszer gyerek. Ráadásul pont olyan rossz csont, mint ők.
Az élet sokkal, de sokkal boldogabb lenne, ha 80 évesen születhetnénk, és onnan közelítenénk fokozatosan a 18 felé, mondta egyszer tréfásan Mark Twain, a híres amerikai író. Én úgy belegondoltam, hogy ez körülbelül mit jelentene, és az kicsit abszurd a történet, és őszintén szólva én vitatkozom is ezzel az állítással. Szerintem az élet nagyon jó forgatókönyv szerint alakul, mert hogy megélhetjük szépen fokozatosan, ahogy kibontakozik a tudatunk, ahogy egyre tevékenyebbek leszünk, családot alapítunk, felelősséget vállalunk, sikeresekké válunk egy-egy munkaterületen, láthatjuk felnőni a gyerekeinket, unokáink lesznek, vagyis végig élvezhetjük az előre haladó idő minden szakaszának a szépségét. És mindezt megoszthatjuk szeretteinkkel, barátainkkal, és rengeteg szép emlékkel gazdagodhatunk eközben. Persze, amíg csak lehet, az emlékezés mellett érdemes a jelenben is a tevékeny életet választani. Ez nem is olyan nehéz, hiszen igazából a legtöbb ember tapasztalata az, hogy nincs is annyi szabad idejük az időseknek, mint azt mások gondolják, mint azt hinni szeretnék róluk. Kicsit lassabban megy minden, és ha van segítség is, végül a legtöbb dolgot saját maguknak kell elintézniük. Aztán ott vannak az unokák, a nagy család, akik bárhogy is idősödik a mama és a papa, számítanak rájuk. Hol ezért, hol azért riasztják őket, és persze ebben is az a jó, hogy azt érzi az ember, szükség van rá. A nemrégiben elhunyt, talán mindenki által jól ismert, derűskedélyű Popper Péter pszichológus írta egy helyütt: megszoktam, hogy napi 16 órát dolgozom, és újabban megbotránkozva veszem észre, hogy fáradt vagyok. Barátaimtól úgy értesültem, hogy az ember idővel megöregszik. Titokban mindig azt hittem, hogy ilyesmi csak másokkal történik. Hozzáteszem, ezzel én is így vagyok. Aztán azért egy-két jó tanáccsal megtoldotta mindezt. A fiatalság megőrzése kizárólag lelki eszközökkel történik, amelyekkel meggátoljuk a lélek öregedését. Legfontosabb a megszabadulás a negatív érzésektől, indulatoktól és gondolatoktól. Hinni kell a boldogságban, a barátságban, a szerelemben, a gondviselésben, a jóban, a morális rendben és a jó birtoklásában, írja. Persze ehhez a nemes küzdelemhez, amit Kiki a saját lelke fiatalon tartásáért folytat, illik a környezetnek is némi támogatást adnia. A Budaörsi Önkormányzat legfontosabb teendői közös sorolja immár több mint 20 éve, hogy az itt élő idősek háborítatlan és boldog időskont éljenek meg. Ezért igyekszünk a szociális és az egészségügyi szolgáltatásokat a lehető legmagasabb szinten működtetni. Olyan ellátórendszert alakítottunk ki, amelynek minden nehéz helyzetre reagálnia kell. De ez csak az alap. Szeretnénk, ha az idősek tartalmasan töltenék az idejüket, ezért is van számtalan ingyenes program a városban, előadásoktól, kulturális eseményeken át, a számítógép megtanulásának az internetezésig valamennyi rejtelmébe el lehet jutni. A civil szervezetek, az idősek klubjait is igyekszünk támogatni a lehető legmagasabb színvonalon. A lényeg persze az, hogy maguk az idősek érezzék a törődést és a megbecsülést. Nemrégiben akadt a kezembe egy statisztika, ami nagyon pozitív képet mutat. A számok ugyanis azt jelzik, hogy Budaörs egy fiatalos város. Az átlag életkor messze jobb a magyar átlagnál, vagyis sok a fiatal és sok a gyermek, ugyanakkor egyre több idős is él nálunk. Jezu úrral folyamatosan, személyesen köszöntjük fel a 90 év felettieket, és hála az Istennek, ők is egyre többen vannak. Kívánhat ennél többet egy település magának. Legyen sok gyerek, de mellettük ugyanolyan sok boldog idős ember is. Egy mondás szerint akkor öregszünk meg, ha a múltban több örömet lelünk, mint a jövőben. Ezért hát én azt kívánom önöknek, hogy a jövőben minél több örömet szerezzenek saját maguknak és a környezetük is önöknek. Van ilyenkor nekem mindig egy nagyon kedves kötelességem. Persze igyekszünk majd mindenkinek kedveskedni, egy kis fogadással is, meg egy szerény kis ajándékkal, de ilyenkor a jelenlévő legidősebben keresztül szeretnénk önöket az idősek napja alkalmából köszönteni, és hát a mai nap egy különleges nap, van közöttünk valaki, aki erőben és szellemi frissességben megélte a 100. életévét, és eljött hozzánk.
Őt úgy hívják, hogy Borza Józsefné pár Stefánia. Elbúcsúzok a madártól, s az aktól, azután a csikarcva villanyoktól. Ha kimegyek arra magas tetőre, találok én szeretőre kettőre. Ej, baj, 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 de nagy baj, hogy a babám szíve olyan, mint a vaj. Ej, baj, 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 de nagy baj, hogy a babám szíve olyan, mint a vaj. Thank you.
fejékedve irigyemnek. Irigyeim annyim vannak, mint a kutyák úgy ugatnak, adók nekik vignapukat, hadd ugassák ki magukat. Temetőbe zeng az ének, vajon oda kit kísérnek, akárki az nem földi rab, nálam százszor a boldogabb. Most viszik az ablak alatt, minden kislány sírva fakad, bár csak engem vinnének ki, engem nem síratna senki. Temetőbe kiki bolya, nem leszek szerelmes soha. Láncot veretek szívemre, megmutatom, bírok vele. Láncot veretek szívemre, megmutatom, bírok vele. Államadár ágról ágra. És ahogy mondtam, a mesék mondák is tovább szállnak. Már egészen kicsi gyerekkorában is nagyon szeretett játszani mindenfélével, és annak idején a színművészetire bejárván minket is tanítottak három labdával dobálózni. Na hát gondoltam, hogy én is megmutatom a gyerekemnek, hogy hogy kell ezt. Fogtam is három teniszlabdát, és elkezdtem a dobálást. Hát töredelmesen bevallom, hogy odáig ment, hogy földobtam a három labdát,
de elkapni már nem tudtam, de szerencsére volt, aki elkapta, és akkor az elsők közt labdával kezdett gyakorolgatni. A folytatás, ez a varázsbot, tündérbot volt, és hát nagyon szorgalmasan gyakorolt. És természetesen a meséket is tanulta tőlem. Hát én azt hiszem, hogy lehet mondani őt szorgalmas, mert most is sokszor 6-8-10 órákat gyakorol egy napon. Ha megkérdezném én azt itten, kedves közönség, hogy önök között van-e olyan, aki úgy gondolja, hogy ő erősen szorgalmas, az nyújtsa föl a kezét. Tetszik tudni, én szeretem, ha egy kicsit dolgoznak. Jaj, ha mennyi őszinte embert látok én itt. Hát akkor most lássuk, hogy olyan, aki lustácskának gondolja magát. Néha kicsit lustácska. Na, olyan is van. Jaj, de drága, ottan hát nagyon szépen köszönöm. Hát tudják, az úgy volt, hogy hát amikor réges-régen az Úristen és a Szent Péter a Földön járdigáltak. Járdigálnak azok még most is, ugye? Hát ide akartak jönni, pontosan ide a művelődési házba, mert tudták, hogy itten az idősek világnapja van. Hát jönni akartak, de nem tudták pontosan az utat. Hát meg az a fránya forgalom, hát lelkecskeim. Hát ebbe a Budapesten, mire átjön az ember, hát annyi dugó van. No hát ők is szegények, gyábokortak szerte, s hát ahogy mendegéltek, találkoztak egy úrral, hát olyan féle volt, mint ott ül egy úriember. Hát ottan egy fa alatt üldögért kérdezi tőle Szent Péter, hogy merre viszen az út ide Budaörsre a művelődési házba. Hát éppen szundikált, nem volt kedve szólni semmit, lehet, hogy egy kicsit lustácska is volt, kicsit így rugott a lábával, hogy arra. No hát, tudták is, nem is. Szerencsére volt ott egy ilyen asszonyka, ilyen szépe, mint itten maguk. Hát erősen gyömöszölte a teknőjébe a mosnivalót, mosott, megkérdezte Szent Péter azt is, hogy hát merre viszen az út Budaörsre a művelődési házba, az idősek világnapjára. Hát letette a mosnivalót. Szépen elmagyarázta, hogy itt menjenek egyenesen át, utána balra, jobbra, itt, hogy? S hát jönnek. Azt mondja a Szent Péter az Úristennek. Hát hogy van az, hogy az egyik ember az egyik ilyen lusta, a másik meg olyan szorgalmas? Add el, Péter, azt mondja az Úristen, ezek ráadásul egy pár lesznek. Hát hogy lehetnének egy pár, ha az egyik szorgalmas, a másik meg lusta? Hát éppen ezért. Ha mind a kettő szorgalmas volna, olyan nagyra vergődnének, hogy tán az Úristent is elfelejtenék dicsérni. Ha meg mind a kettő lusta volna, ha még a tető is megenné őket. Hát ezért van az lelkeim, hogy minden családban van olyan is, aki szorgalmas, meg olyan is, aki lustácska. No hát mondhatom, az én Gergő fiam, remélem nem hallja, az iskolában nem volt annyira szorgalmas, de a gyakorlásban igen. No, elég az hozzá, hogy hát régen, amikor így télapó műsor volt, régen azt mondták, most mondjuk Mikulás, ugye Szent Miklósnak az ünnepe az, de hát a régi világban csak télapót lehetett mondani. Na, elég az hozzá, hogy mentünk műsor tartani egy tűzoltó laktanyába. Hát egy öreg úr volt, aki jött velem mindig, és ő öltözött be Mikulásnak. De hát hogy nem, pontosan azon a napon, amikor menni kellett volna, valami láz leverte a lábáról, azt mondta, nem tud jönni. S hát hirtelenjében nem tudtam kit előkapni, hát gyöngyözött a homlokom, gondolkodtam, mit csináljak. Gergő fiam akkor volt 6-os. Hát többször volt már velem ilyen rendezvényen, hallotta, hogy mit kell mondani a Mikulásnak, hogy beszél a gyerekekkel. Hát mit volt mit tenni, mondtam a gyereknek, hogy elmeri-e vállalni. Hát azt mondta, meri. Hát én is elég bátor voltam, mert amikor én kicsi voltam, az én édesapám vitt magával, s találkoztunk egy bácsival, és kérdezte, hogy hát Etike, ismered-e, nem ismered ezt a bácsit? Hát én meg azt mondtam, hogy de merő ma. Úgyhogy én is bátor voltam, a fiam is bátorkodott, na én meg aztán tűtcérnát fogtam, fölhajtottam a köpenyt, mert hát a 6-os gyereknek a köpeny hosszú volt, s hát kicsit gyakoroltunk, hát erősen remegett a lábam, kezem, mi lesz itten most, megérkeztünk. Hát keresték ottan a tűzoltók is az öreg urat. Hát mondtam, hogy itten van a mi Mikulásunk. Szerencsére volt szakál, meg minden, beöltözött. Hát aztán addig remegett a lábam, csak amíg meg nem kérdeztem, hogy honnan jöttél, télapó? Mire jött a válasz, hogy hó országból, hol a hó, egy magasnyi takaró. És onnantól kezdve aztán olyan szépen beszélgetett a gyerekekkel, hogy amikor vége lett, a szervezők jöttek, és mondták, hogy milyen jó, hogy ilyen kedves télapót hoztam, mert tavaly volt itt egy nagy, magas ember, s a gyerekek mind sírtak, mert megijedtek tőle. De most ettől, hát, úgyhogy innentől kezdve aztán egyre többet szerepelt, mesélt, és középkori lovag lett belőle Szőr Gerett néven, bajvívott, íjászkodott,
és hát ott kezdte tanulni ezt a zsonglőrséget, ezt a csodamíves dolgot. Hát én lassan elköszönök és átadom neki a szót, de egy hölgy kérte, hogy feltétlenül a kétszer számú legényt meséljem el, mert hogy azt ő már valahol hallotta, és szeretné, hogyha mindenki tudná. Hát hallottak-e már olyan legényről, akinek kétszer száma van? Na, nem kapára kaszára gondolok. Hát volt a mi falunkba egy lány, olyan rátarti volt, hányta, vetette magát, szebben járt, mint itt a táncosok, pedig ők is ugye milyen szépek voltak. Hát azt mondta, neki nem kell más, csak egy olyan legény, akinek kettő van. Na, mit gondoltak, volt-e jelentkező? Volt? Na, ismeri? Már mondja meg, én is kíváncsi volnék. Na, sokáig nem volt, hanem aztán az egyik legény elhírelte, hogy neki van kettő. No, a leány küldte az öccsit, hogy amikor a kocsmában van, az árnyékszéken lesse ki. Hát annak is volt esze. Itt egy kukoricacsutkát a magáé mellé tette, hát messziről úgy tűnt, mintha megvolna a kettő. Az öcs jelentette, hogy minden rendben van, mehet a lagzi. Na, meg is tartották, húzták az enészek ilyen szépen, nem mint ezek. Hát mulattak, ettek, ittak, még a kutyákba is fekete kávét öntögettek. Hát, hanem aztán mi volt, hogy nem? Jött ugye a nász éjszaka, az ifjú pár elvonult, a legény azzal, amilyen volt, megtett mindent. Örvendett az ifi asszony, sóhajtozott. Hát kis idő múlva azt mondja, hogy na már jöhet a második. Hát, elakadt a legénynek a szava, hümmögött. Mit mondjon, nem tudott. A menyecske meg csak én mondta, hogy na, akkor hogy. Hát úgy meg volt ijedve, hogy azt mondja, köcsön adtam. Köcs. Hát a nász éjszakán. Hát kinek adta kent köcsön? Kinek azt mondja, hát a falu kovácsának. Hát úgy megörvendett, hogy ezt kitalálta, hogy el is aludt. Hajnalba kapucsapódásra ébred. Hát jön az ifjú asszony lamentálva. Kölcsön adni? A nász éjszakán, s a magam nem járok utána, ki se derül, hogy ráadásul a jobbikat. Hablo de España y me lleno de emoción. Y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está en la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del GAL, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, politicuchos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió, se gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Se gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. Son curritos que no pueden ni currar, negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre que no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar, hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu